Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A sors kereke egy sors döntő fordulat. Itt látható szimbolikusan a sors kereke. Ez a jóslás. Ezúttal megnézzük azt, hogy milyen változások, milyen sorsdöntő változások, döntések, kapcsolatok várnak rád a szerelmi élet területén. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a sorskerék jóslást, kérheted a hivatásodra, kérheted a családi témákra, kérheted az anyagiakra, vagy kérheted a szerelmi életre. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható, hogy lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya utalhat egy utazásra is, hogy lesz egy közös utazás, vagy meglátogat téged, útban van hozzád. Itt látható ez a levél is útban van hozzád. Ez a levél lehet egy szerződés is. És itt kisüt a nap, megvilágít valamit, kiderül az igazság, sőt, a nap azt is jelenti, hogy látni akar téged, hiszen a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, és itt lesz egy találkozás. A madarak jelentik a vidámságot, a csevegést, ő beszélni akar veled. Itt a gyermek utalhat a gyermekekre, hogy a gyermekekről van szó, de a gyermeknek van egy szimbolikus jelentése is, az ártatlanság, hogy kiderül az ártatlanságot, vagy az övé, itt a nap megvilágítja ezt a témát, kiderül az igazság. A gyermek jelentheti a fiatalos kisugárzásodat is, vagy szimbolizál egy új kezdetet. És ez a mozgás, ez az új irány szerencsét hoz, a szerencse itt látható középen. Sőt, itt kialakulhat egy stabil párkapcsolat, hiszen a horgony azt jelenti, hogy itt le tudtok horgonyozni. A horgony az jelenti néha a munkát, a hivatást is, előfordulhat az is, hogy lesz itt egy munkahelyi változás, a gyermek jelenthet munkát gyermekekkel, vagy jelent egy új munkahelyet, és itt látható a szerződés, a munkahelyi szerződés, ami már útban van hozzád, és a nap jelenti a sikereket. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és itt melletted megjelenik a nyilvánosság, hogy megjelensz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged. Ez egy szerencsés fordulat, ami a szerelmi életet illeti, ő útban van hozzád, látni akar téged, beszélni akar veled. Lesz egy új kezdet, egy szerencsés fordulat, és megjelentek a nyilvánosságon. Vagy lesz egy meghívás, és ott találkoztok, vagy összefuttok véletlenül a nyilvánosságon, ha vannak ugyan véletlenek. De ezt ő így tervezi. És ez volt a sors kerék jóslás, ami a szerelmi életet illeti. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!